egészségünkre. Milyen könnyű ezt mondani, pedig abban nem mindig gondolunk bele, hogy vajon kin is múlik az, hogy mi egészségesek vagyunk. Az önök által küldött levelekből kiderül, hogy bizony nagyon sokan úgy elsumákolják, hogy ki is a felelős azért, ha valakinek valami baja lesz. Épp ezért úgy gondoltuk, hogy ezeknek a leveleknek az alapján a mai beszélgetésünknek mi is lesz a lényege? Hát az, hogy valójában, ha a statisztikát megnézzük, meg az interjúkat, amiket a minisztériumok csináltak, megnézzük, akkor a legnagyobb felelős a betegségért maga a beteg. Tudnék, van egy olyan felmérés, amelyben megnézték, hogy mennyiben felelős érte az orvos, az egészségügy, a társadalom, és mennyire felelős érte maga a személy. És torony magasan az a helyzet, hogy mi magunk vagyunk felelősek a megbetegedéseinkért. Én pedig azt teszem hozzá, amit az úgynevezett régi antivilágban szoktak mondani, hogy a legnagyobb felelős az, aki nem előzi meg a problémákat. Tudnék, hogyha nincs probléma, akkor nincs betegség. Ha nincs betegség, akkor nincs a táppénz, meg rokkantság, meg fájdalom, meg költekezés és egyebek. Vajon miből adódik az, hogy magunkról szeretjük elhárítani a felelősséget? Nem törődömség, félelem, vagy éppen az, hogy akkor kiderül, hogy baj van? Ez megint egy jó kérdés, mert tulajdonképpen egyéne válogatja. Én szerintem nagy szerepet játszik a betegség kialakulásában, ha már az egyént nézzük. A hozzáállása, az odafigyelése magára, az információ korrektsége, vagy egyáltalán információ hiánya. És hát a lustaság, meg a úgymond pénzhiány, pedig ha ezt egy kicsit jobban kifejthetném, akkor azt mondanám, hogy nem is a pénz hiányzik, hanem az információ. És ha lehet, akkor én ma erről beszélnék. Tehát azt mondod, hogy meg lehet valamit olcsóbban, könnyebben is csinálni, 100%-ig csak tudnunk kell a 100%. Helyes. 100%. De most tessék elképzelni, most ha itt lenne egy fekete tábla, akkor krétával rajzolnék, hogy például azok az emberek, akiknek kevés a probiotikumuk a szervezetben, probiotikum. Az a hasznos lebontó baktérium, ami az élelmiszer felbontásában, ugye a lenyelt élelmiszer felbontásában nagy szerepet játszik. Enélkül gyakorlatilag nem kapjuk meg a szükséges tápanyagokat, hiába eszünk bármit. Nem az a lényeg, persze, hogy lényeg, de nem az a legfontosabb, hogy mit tetszik enni, hanem azt, hogy amit megeszik, azt hogyan dolgozza fel a szervezet. Probiotikum nélkül nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem. Tehát a probiotikum én szerintem talán a legfontosabb az összes úgynevezett adjuvás, tehát hozzáadott tápanyagaink közül, ami velünk született, hiszen 30-35 éves korig aránylag az elpusztultak helyett újak keletkeznek, úgy 7 naponta. De onnan egyre jobban, idősödő kor felé, egyre jobban maradnak el. Tehát elpusztul mondjuk 1 millió, de már csak 800 ezer jön, és ez napról napra, ez elérkezünk egy olyan pontra, hogy a 1-1,5 kiló, tehát testsúlytól függően, 1-1,5 kiló hasznos lebontó baktérium helyett bizonyos egyéneknél 25-30 deka van, ami már a halál küszöb. Mert ha nem tudjuk feldolgozni az élelmiszert, akkor nincs energiánk, nincs tápanyagunk, nincs amiből érjen a szervezet. És hogy kapcsolódik ez az anyagi? Hát most akarom éppen mondani, hogy tessék belegondolni, és ezt nagyon lassan mondom. Ha valaki mondjuk 1000 forintot költ, csak sac per kb. Naponta a reggeli, ebéd, vacsora és az összes egyéb ital, étel, stb. Elfogyasztására, és nincs elég hasznos lebontó baktérium, akkor gyakorlatilag az elfogyasztott táplálékok durván 50%-át rothadt, erjedt állapotban fogja kiszékelni. Direkt így mondtam, hogy rothadt. Az. És attól van, tápanyagfeldolgozási probléma a szervezetben, gastroenterológiai probléma, mert a lebontó baktériumok hiányát nem tudja pótolni semmi. Jó, persze van savtól kezdve sok minden, de ez a legfontosabb. Most
1000 forint. És ez nem egy nagy szám, tessék elhinni nekem, ha utána számol. Statisztika, kimutatja. Akkor napi 500 forintot pottyantunk ki úgy, hogy még dolgozik is vele a szervezet, nem hogy csak a fenébe elmegy belőlem, hanem megettem, dolgozom vele, stb. És mégis fáradt vagyok, enervált vagyok, ideges vagyok, nem dolgozom. Miért? Mert azt hiszem, hogy amit megettem, azt a szervezetem föl fogja dolgozni, de nem fogja, ha nincs probiotik. 500 forint naponta, 360 ezerre beszorozva, mondjuk közel 200 ezer forint egy évben. Ennyit húzunk le magunk után felelőtlenül. De hogyha ennek az összegnek a felét, vagy egy részét az egészségünk, ha pedig álmodhatnék, akkor azt mondani, hogy ezt inkább az egészségre költenénk, akkor éveket, évtizedeket tudnánk tovább élni egészségesen. Betegség nélkül, jó közérzettel, energikusan, fiatalosan. Nehogy azt higgyék, hogy én ilyen bölcs voltam, a fenéket. 21 évvel ezelőtt az infarktusom környékén elhízott voltam, és rengeteg problémám volt, hagyjuk. Halálközeli állapotban voltam. És utána kezdtem el gondolkodni azon, hogy hogy is van ez az egész? És Hippokratesz miért mondta azt, hogy a halálkapu a gyomorban van? Azért, mert ha nem jól emésztek, akkor meghalok a táplálékok nélkül, ugye? Tehát én azt mondom, hogy most már nem mondhatják azt, hogy információhiány van, mert most már aki hallott engem, az tudja, hogy az egészségünk azon múlik, hogy a tápanyagokat hogyan visszük be a szervezetbe, pontosabban hogyan dolgozzuk fel. De ha nem dolgozzuk fel, akkor csodák. Én olyan fáradt, enervált vagyok, hagyjatok békén. Drágáim, nem az évek száma számít, hanem az évek tartalma. És az évek tartalma pedig attól függ, hogy mennyire foglalkozik a saját szervezetével. Tehát akarok-e egészségesen élni? Tehát akkor, ha jól értjük, amit eddig Tibor tanít nekünk, akkor az a lényeg, hogyha költünk az élelmiszerre, akkor azt hasznosítsuk is, ne menjen csak úgy pocsékba. Szó szerint erről van szó, Glória, és itt vagyok én megint csak élő példának. Régen állandóan éhes voltam. Most a szervezetemet, na most, ugye vannak a normál táplálékok, édenkerti állapot volna, hogyha kimenne a kedves hölgy a kertbe és leszedne a petrezselymet, a zellert, kiásná a krumplit és a paradicsomot, lepattintaná. De sajnos már vidéken is a nagy boltokba mennek petrezselyemért, és nem kukorékol a kakas, és nincsen tehénke, és nincsen egészséges táplálék. Hát hogy van ez? Ennyire lustultunk? Kával akartam mondani. Barátaim, értsék már meg végre. Saját magunkat pusztítjuk el azzal, hogy nem műveljük vidéken se, meg Budapest kertvárosába se a kerteket. Az már egy nagyon jó hely, ahol gyep van legalább helyette, de legtöbb helyen kupleráj van a kertekben. Hát miért nem lehet oda engedni? Régen nyulakat tartottunk, finom a nyúlhús, csirkét neveltünk, a tojást onnan szedtük be, milyen öröm volt a gyereknek összeszedni. Miért nem? Állítom meg, nem örömről beszélek, de a többség azért nem csinálja, mert lusta. Ez az igazság. Ellustultunk a tévé, az újság, a mindenféle miatt. Meglakunk a 7.-8. emeleten. Drágám, én a 4. lakom, ha jól számolom, és ott is gyűjtöm a kávézacot, a tojáshéjat, a komposztálni való dolgokat, és pénteken viszem le a tanyámra. Apropó, ki hozzám jön, hozzon egy kis kávézacot, tojáshéjat, meg egyemeket. Mert tessék már megérteni, mi nekünk össze kéne fogni. Én ebben tudok segíteni. Ön meg abban tud segíteni saját magának, hogy kapargat egy kicsit a földben. Hát miért nem? A nagy szüleink miért nem tud, vagy miért tudták megcsinálni? Most miért nem? Mert hogy dolgozom, meg fáradt vagyok, meg idős vagyok, mindig van kifogás. Arra majd nem lesz kifogás, hogy miért beteg. Mert amikor ezeket megcsinálja, a testét mozgatja. És ez a mozgás nagyon sokat ad az idegrendszernek és a központi idegrendszernek. Tetszik tudni, mit jelent ez neki? Az, hogy élni akarok. Mert mozgok,
mert eszem, mert energiám van. De aki leül, az ott is marad. Na most, akkor lépjünk egyel tovább. Például úgy is lehetne spórolni, hogy nem haszontalan étkeket eszünk meg, ami lehet, hogy káros, de lehet, hogy csak egyszerűen semmi tartalma nincsen, ahelyett, hogy egészséges, vagy éppen táplálék kiegészítőkre költenénk. Te már nagyon érted ezt az egész szakmát, úgyhogy erről van szó. Erről van szó, barátaim. Tudják, milyen nagy dolog az, hogy gyakorlatilag én 10 éve vagyok a tanyán, és 2 évvel ezelőtt mertem el gyógynövényeket nagyobb mennyiségbe termelni. És ez azért volt, mert én vásároltam megfelelő helyen gyógynövényeket, kinyitottam az zacskót, és olyan furcsa dolgokat találtam benne, hogy nem hittem el, hogy ez az, ami. Aztán megtermeltem otthon, és lefényképeztem, egymás mellé tettem a zacskósat, meg az enyémet. És hát ég és föld. Mindenféle tekintetben. Hát még ha megkóstoltad. Mindenféle. Hát a beltartalmi értékről meg már végképp nem beszélve. Tehát de ez nem az a fórum, ahol másokat szídunk, nem. Jó, hogy vannak a gyógynövények, de aki teheti, hát a jobbat válassza, ráadásul olcsóbban. Hogy mondjam, az információ óriási érték. Az élete múlik rajta, hogyha most azt, amit elmondtam, mit mondtam el tulajdonképpen? Azt, hogy a probiotikumot pótolni kell, de nem mindegy, hogy mivel. Hát a boltokban legalább 30 féle probiotikum van, és az OGI, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Tudományi Intézet központi laboratóriuma mindent bevizsgált. És képzeljék, sorrendbe állították, és olyan nagy boldogság volt nekem, hogy az, amit én 20 éve ajánlok, az a legjobb minőségű. Miért? Mert a 27%-os áfáról az 5%-os gyógyhatású készítmények kategóriába sorolták át azonnali hatállyal, vagyis 22%-kal olcsóbb, mint a többi. Miért? Mert ez a legjobb. És az állam ezzel segíti hozzá az embereket, hogy a legjobbat válassza. Hiszen az államnak költség az, hogyha valaki megbetegszik. Önnek meg fájdalom, anyagi kiesés, és az Isten tudja még micsoda. Tehát én mit mondanék? Minden áldott reggel 3 deci meleg víz, bele egy evőkanál almaecet, vagy valódi citromlé, vagy egyik nap ez, másik nap az, 1 vagy 2 szem, hát ha valaki most kezd el szedni probiotikumot, akkor kérem, ne spóroljon, tessék már megérteni, hogy ezerszer visszajön az ára, ha egészséges. Tehát az első csomagnál, vagy az első hónapban 2-szer 1-et, utána már, vagy 2 darabot, utána már lehet 1-et minden reggel, de minden reggel. És ennek következtében kevesebbet kíván enni, de amit megeszik, feldolgozza a szervezet, tele lesz energiával, egészséggel. Nem lesz göthös, mint a sok gyerek, aki szintén a lustaságtól betegszik meg, meg a sok szmötyitől, amit megeszik, és soha nem takarítják ki a szervezetét, mert ez a másik, hogy ki kell takarítani a szervezetet, ha a ruhát, a lakást, a kocsit, mindenre költünk arra, hogy tiszta, csillogjon. És belül, ja hát azt nem látja senki. Becsapjuk magunkat. Csak azért, mert nem őről van szó. Lusták az emberek? Nem. Ha értem, ha megértik azt, amit mondom, nem hiszem el, hogy csak úgy túlsiklanak rajta, hiszen az életünkről van szó. Akkor most valóban sokat tanultunk. Én azt mondom, hogy azért ezt ne úgy vegyék, hogy mi most aztán nagyon mérgesek vagyunk nem önökre. Nem vagyok mérges egyáltalán, csak heves vagyok. Azért, mert tudom, hogy az elmúlt 20 évben mennyi emberrel találkoztam, akinek ennyibe került volna az életét rendbe tenni. De hát én nem, nekem nincs pénz. Arra van pénz. Nem akarom a cigit meg a piát idehozni, mert azokkal nem tudok mit kezdeni. Még én se. De akik a határeseten vannak, kérem, én bevallom őszintén, te is tudod, volt, amikor dohányoztam, inni sokat soha nem ittam, de egész egyszerűen nem kívánok semmi más olyat, ami a szervezetnek nem szolgálja az egészségét. Miért? Mert rájöttem arra, hogy lehet egyre jobban, energikusan, jókedéllyel élni az életet. Hát hiszen már 21 éve túlíltam a saját halálomat. Miért? Mert az egészséggel és a
természettel kötöttem házasságot, és nem szedek semmiféle szintetikus dolgot. Nagyon helyes, te járkálj előttünk jó példával, meg adjál nekünk erőt, meg energiát, mert végül is az is fontos ám, hogy a családban segítjük-e azt, aki egészségesen akar élni. Megint elitaláltatunk, ezzel akartam befejezni a mondókámat, hogy drágáim, kérem, fogadjanak más szót. Ültessék oda a családot, most már az ismétléshez, vagy én nem is tudom, a YouTube-on fönt vannak a régi, de még jobb, az A Egészségklub nevű kis honlapomon megismételem én az általam fontosnak tartott régebbi felvételeket. Két naponta újakat teszek fel, de a régiek is ott vannak, vagy a YouTube-on. Higgyék el, hogy el fognak gondolkodni azon, amiket megbeszéltünk. Tehát probiotikummal kezdeni a napot, meleg vízzel, és a többit majd jövő héten megbeszéljük. Jöjjenek el, ismét hallgassanak meg. Köszönjük szépen, Tibor. Köszönjük. Kedves nézőink, ennyi volt a Tea Glóriával, persze csak mára, hiszen jövő héten újabb érdekes dolgokkal fogunk jelentkezni. Aki szeretné, annak ajánlom, hogy nézzen körül a weboldalunkon, www.teagloriával.hu, kukkancson be a Facebook oldalra is, a keresőbe a műsor címét kell beírni, illetve hívja a műsor állandó telefonszámát 06 20 9 340 330. Itt azt kérem, hogy 9 óra után reggel, este 9-ig lehet, de vegyék figyelembe, hogy a kett szerda az adáskészítés napja, és ilyenkor nem tudom fölvenni, és egyébként viszont minden szempontból várom az önök hozzászólásait. Mit kívánhatnék mást? Kellemes hetet, jó készülődést, és pihenjenek is néha. Egészségünkre.